Nemzetközi konferencia Pécsett, új nemzeti népegészségügyi stratégia indul. Macbeth a Pécsi Nemzetiben, zajlik a főpróba hét. Kék Sirály Galéria pályakezdő és már aktív művészek jelentkezését várják. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pécs TV híradóját látják március 1-én szerdán, tartsanak velünk! Az új nemzeti népegészségügyi stratégia a megelőzést helyezi előtérbe. A program kidolgozását 2017 és 2026 között kezdi meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Erről tart a WHO Európai Egészséges Városok Hálózata háromnapos nemzetközi konferenciát Pécsett a Kodály Központban. Több mint 30 országból csak nem 300 résztvevő érkezett a háromnapos nemzetközi konferenciára. A rendezvényen Betlehem József miniszteri biztos elmondta az új nemzeti népegészségügyi stratégia kidolgozását, mely a megelőzést helyezi a fókuszba, a következő hónapokban kezdi meg az EMMI. A program kidolgozása 2026-ra fejeződik be. A stratégia fizikai állapot javítását, a születéskor várható élettartam és az egészségben eltöltött évek számának növelését tűzi ki célul. Ezen kívül a szűrővizsgálatok népszerűsítését emelte ki. A minisztérium üdvözlő minden olyan fajta kezdeményezést, ami a népesség állapotának, egészségi állapotának az előmozdításában szerepet tud játszani. És hát erre az egyik legjobb példa az valóban az egészséges városok hálózata, amiről tudjuk, hogy több mint 30 éve működik, illetve jött létre. Betlehem József fontosnak nevezte, hogy a fiatalok az egészséges életmódot minél korábban a családban megismerhessék, sajátjuknak tekintsék. Ugyanakkor hozzátette, az egészségügyi szakma partnerként számít a közösségi szervezetekre és hálózatokra is. Összlin Piroska a WHO Európai Egészségügyi és Népjóléti Stratégia és Irányítás Divíziójának igazgatója elmondta, szervezetük szorosan együttműködik a nemzetek egészségügyi kormányzataival. A nemzeti stratégiák helyi alkalmazásának fontosságát hangsúlyozta. Az 1986-ban alakult egészséges városok mozgalmának Pécs az egyik alapítója, ennek révén pedig számos eredményt ért el, időnként kezdeményező szerepet töltött be. Pécs megbecsült tagja a hálózatnak, mondja Páva Zsolt polgármester, aki néhány példát is említ. A program indult a bűncselekmények áldozatainak a megsegítésére, dohányzás elleni kampány folyt hónapon keresztül a városban, országos kitekintéssel foglalkoztunk a női egészség kérdéskörével, és megítottuk a férfival is egy külön tematikában, tehát nagyon sokfajta aktivitás volt, amit a pécsi hálózat Az eseményen egy újabb magyar város is csatlakozott a WHO Európai Egészséges Városok Hálózatához. A jövőben Székesfehérvár is tagja lesz a nemzetközi szervezetnek. A háromnapos konferencián bemutatják Pécsnek a hátrányos helyzetű lakosság felzárkóztatását célzó, a drogprevenciós és az iskolai egészségfejlesztő programját is. Az eddigi adatok alapján 300 ezeren kérték, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal küldje meg adóbevallási tervezetüket. A postázást már csak két hétig lehet kérni SMS-ben a NAV honlapján vagy telefonon, tájékoztatta a parlament és adóügyekért felelős államtitkár. Tállai András hozzátette, a kérelmek több mint fele SMS-ben érkezett, 160 ezeren a postázást választották. A hivatal idén először mintegy 3,8 millió magánszemélynek készíti el az SZJA a bevallás tervezetét. Vendégünk a stúdióban Barlai Krisztina, a NAV baranyai sajtóreferense. Jó napot kívánok! Köszöntöm a nézőket! Személyi jövedelemadó. Ugyebár itt van egy változás ebben az évben, illetve azért a hatóság is kedvez az adózóknak. Miben, hogyan, erről beszélgetünk. És hát rögtön adódik az első kérdés, várhatóan mikor küldi ki a NAV az adócsomagot?
2017-ben nem fog az adóhivatal bevallási egységcsomagot küldeni senkinek. Bevallás tervezetet készít azoknak az adózóknak, akikről rendelkezik adatokkal. Mindenkinek nem fog készíteni, akik önálló bevallás benyújtására kötelezettek, őnekik a régi rendszer szerint be kell nyújtani külön a bevallásukat. Tehát akkor van, akinek nem készít tervezetet, a NAV? Mert eddig, igen, mert eddig az volt, hogy csak várni kell a hatóságra. Sokak így gondolják. Például az egyéni vállalkozóknak és az áfás magánszemélyeknek, akiknek ugye február 27-e volt a határidő, nem készült bevallás, illetve azon magánszemélyeknek sem készül bevallás, akik munkáltatói elszámolást kértek. Van, aki esetleg magának készíti a bevallást, ő neki most meg kell várnia ezt a tervezetet, vagy önállóan benyújthat valamit, vagy ilyen esetben mi a teendő? Nem szükséges neki megvárni, míg megkapja a tervezetet, önállóan is benyújthatja a bevallást. A 16 SZI a nyomtatvány megtalálható a hivatal honlapján, letölthető és ki is tölthető. Aki egyéni vállalkozó, de szünetelteti a vállalkozását, munkajövedelemből él, neki készít a NAV tervezetet? Abban az esetben készít tervezetet, hogyha az egyéni vállalkozását teljes évben szünetelteti, tehát december 31-én is, és ezt a szüneteltetést a kötelező módon be is jelentette a hivatal számára. Hogyha ő egyébként munkaviszonyból származó jövedelemmel rendelkezik, erről van adata az adóhivatalnak, és el is tudja készíteni számára a bevallás tervezetet. Mi a helyzet itt a lakhatásokkal, hiszen van, aki esetleg más városban él, mint ahol éppen végzi a tevékenységét. Nála mi a helyzet, ezek az adatok hogy kerülnek be a bevallásába? A tervezetbe bekerülhetnek? Hát itt a tervezet kipostázása okozhat problémát, hogyha valaki például Pécset dolgozik, de máshol van az állandó lakcíme, akkor a T34-es számú nyomtatványon kell kérni a levelezési címnek a módosítását, mert alapesetben az adóhivatal arra a levelezési címre küldi ki a bevallás tervezetet, ami a nyilvántartásában szerepel. Ügyfélkap, ugyebár törekszik a hatóság arra, hogy digitális úton oldják meg ezeket a dolgokat. Itt az ügyfélkapunál van erre lehetőség. Esetleg, ha nem stimmel valami, nem tudom, az e-mail cím már nem az, vagy valami más változás van, akkor hogy lehet ezt megtenni, ezt a bevallást, hogy lehet megnézni? Az ügyfélkapus oldalon a saját adatok menüpontban lehet módosítani például az e-mail címet, és ha újra érvényes a regisztráció, akkor meg lehet tekinteni már a bevallás tervezetet. Akinek nincs ügyfélkapus regisztrációja, megteheti bármelyik NAV irodába, ügyfélszolgálaton, illetve a kormány ablakokban is. Tehát akkor nem fog elveszni a tervezet, mindenki megkapja, csak hát újra kell az adatait írnia, vagy frissítenie kell. Adódik a kérdés, hogy a súlyos fogyatékkal kedvezménye, az hogy alakul, hogy érvényesíthetik, mi a helyzet ez? A súlyos fogyatékosok minden olyan hónapra tudnak kedvezményt érvényesíteni, amikor igazoltan fennáll a súlyos fogyatékosság. Ez független attól, hogy egy évben például hány hónapot dolgoznak. Tehát a jogosultsági hónapok száma egy évben 12 lehet, de akár lehet, hogy csak 6 vagy 7 vagy még kevesebb hónapot dolgoznak. Tehát éves szinten azért 12 hónapra vonatkozó kedvezményt tudnak érvényesíteni a bevallásban. És a szülőknél mi a helyzet? Tehát egy családban, amikor a gyerekek után járó kedvezményeket szeretnék igénybe venni, de mondjuk az adott időszakra nem volt jövedelem. A kettő összefügg, összeköti valami őket? Nem teljesen függ össze, tehát a családi kedvezmény igénybevételének feltétele a családi pótlékra való jogosultság. Hogyha ez mind a 12 hónapban megvan, akkor függetlenül attól, hogy mennyi jövedelme van, illetve hogy melyik hónapokban szerzett jövedelmet például a szülő, megjár a családi kedvezmény. A családi pótlékot a szüneteltették, mi a eljárás lényege, tehát akkor mi történik? Abban az esetben, hogyha szüneteltetik a folyósítást, de maga a családi pótlékra való jogosultság megvan, akkor figyelembe lehet venni a családi kedvezményt. Ingatlan bérbeadásából, illetve ilyen tevékenységből eredő jövedelemmel hogy kell számolni, illetve ez hogy kerül a NAV látókörébe? Az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem az önálló tevékenységből származó jövedelem, ami az összevont adó alap részét képezi.
Maga a családi kedvezmény pedig az összevont adó alapot csökkenti, tehát érvényesíteni lehet a kedvezményt ebben az esetben. Tehát nem kell megijedni, aki esetleg kiad egy lakást albérletbe, az is érvényesítheti a családi kedvezményt. Igen, az ebből származó jövedelmét ugye szerepelteti a bevallásban, és akkor érvényesíteni tudja a kedvezményt. Hát itt a bevallási időszak, akkor mindenki szerintem szívleje meg ezeket a tanácsokat, és akkor figyelje a NAV értesítéseit. Köszönöm szépen a tájékoztatást. Én is köszönöm. Új premiér lesz a Pécsi Nemzeti Színházban, pénteken este startol a Macbeth opera. Két felvonásban, olasz nyelven, magyar feliratozással láthatja a közönség Verdi világhírű zenéjével, Gulyás Dénes rendezésében a produkciót. Shakespeare egyik legsötétebb, legvéresebb drámája, a gátlástalan hatalomvágy mindent elsöprő térnyerését mutatja be. A március 3-ai bemutatóval szinte napra pontosan egy időben lesz 170 éve, hogy a közönség először hallhatta Verdi remekét Firenzében. A darabban közreműködik a Pannon Filharmonikusok és a Pécsi Nemzeti Színház énekkara. A főpróba hét kulisszatitkaiba nyertünk betekintést. Az első olyan operája Verdinek, ahol valami elképesztő intenzitása jelenik meg a Verdinek a zenedrámához való affinitás és a zenedrámában való fogalmazásmódja egészen elképesztő erővel. És hát másosabban azért, mert ez a pénteki bemutató, ez pécsi ősbemutató lesz, ez a firenzei 1847. március 14-i bemutató óta eltelt 170 év, 11 nap híján, és azóta itt Pécset ez a darab nem ment. Tehát amióta itt operajátszás van, ugye azóta nem ment. Hát a színház is ugye 1847 után épült már itt Pécset, mint tudjuk, de soha nem ment itt a Macbeth, és ezért én azt gondolom, hogy ez egy olyan alapmű, amit meg kell, hogy az emberek ismerjenek. Méltó módon vehetünk búcsút szeretett pöfögő ikorusainktól. A Magyar Autóklub jóvoltából egy kiállított modell oldalán hagyhatjuk ott kézjegyünket. A Magyar Autóklub dél-dunántúli oldtimer tagozata 2016-ban elkezdte, és ebben az évben is folytatja az Elköszön az Ikarus 200-as sorozat programját. A városban nemrég nyugdíjazott autóbusz családtól lehet elköszönni oly módon, hogy a kiállított autóbusz oldalát alá lehet írni, és ezzel kívánunk emléket állítani méltán népszerű autóbusz családnak. Jelenleg 171 Ikarus 200-as van még forgalomban, amelyek átlag életkora valamivel több mint 26 év. Forgalomba helyezik márciustól az új 2 és 5000 forintos bankjegyeket. A két bankó első pillantásra csak színében különbözik a régiektől, azonban a látszatcsal többféle, szemmel alig észrevehető biztonsági elemet tettek bele, melyeknek köszönhetően a pénztárosok gyakorlatilag csukott szemmel, tapintás alapján is meg tudják állapítani, hogy valódi pénzt tartanak-e a kezükben. Az 5000-es bankjegy sárga, a 2000-es pedig a mostaninál sötétebb, barna színezetet kapott, és a holografikus csík utóbbi esetében a papír bal szélére került át. A következő hónapban összesen 45 millió bankjegyet fog becserélni a Magyar Nemzeti Bank, a régi bankjegyekkel pedig augusztusig lehet majd fizetni. A kertvárosiak, az Élhető Kertvárosért Egyesület székháza a Kék-Zöld projekt keretében újult meg, és 2014 őszére készült el. Az iroda széles programkínálata egészen a kicsiktől, a felnőtt korosztályon át a kismamákig kínál mindenki számára kiváló és hasznos, elsősorban a környezettudatosságra és energiatakarékosságra nevelő programokat. Most a Kék Sirály Galéria is helyet kapott az épületben. Bach Szilvia kiállításával nyílt meg a Kék Sirály Galéria. A híres humorista mexikói útjának állomásait örökítette meg sajátos stílusban. A gazdag színvilágú műalkotásokat a kertvárosiak, az Élhető Kertvárosért Egyesület székházában tekinthetik meg az érdeklődők március 18-áig. A szervezők célja, hogy a Kék Sirály Galéria sose legyen üres. Hát egy olyan másfél évvel ezelőtt gondoltam rá, hogy kellene itt Pécsen is csinálni egy ilyen galériát.
sokáig dédelgettem magamban, és akkor összekerültem a Fodor Ibolyával, és ahogy beszéltünk róla, ő egyből befogadott, és mondta, hogy ő nagyon szívesen adna helyt ennek az egésznek. A non-profit kiállításra várják olyan pályakezdő vagy régóta aktív képzőművészek jelentkezését, akik szívesen megmutatnák alkotásaikat a pécsieknek. De nem csak festőket, grafikusokat és szobrászokat kíván bemutatni az Egyesület, hanem irodalmi esteket és színházi produkciókat is terveznek a közeljövőben. A célunk az, hogy folyamatosan legyen kiállítás ebben a galériában, folyamatosan mutassunk be újabb és újabb alkotókat, és ezek az alkotók persze nem csak országosan ismert emberek lehetnek, hanem bárki, aki úgy gondolja, hogy szeretne megmutatkozni a pécsiek előtt, a kertvárosiak előtt, úgyhogy várunk mindenkit. A Kék Egyesület székháza 2014-ben készült el. A Melinda Park és környéke a kertvárosiak, sőt az egész város számára fontos találkozási és kikapcsolódási pont, ahol állandó programokkal, foglalkozásokkal és sportolási lehetőségekkel várják az érdeklődő kicsiket és nagyokat egyaránt. Híradók végén főbb híreink egy-egy mondatban. Nemzetközi konferencia Pécsett, új nemzeti népegészségügyi stratégia indul. Macbeth a Pécsi Nemzetiben, zajlik a főpróba hét. Kék Sirály Galéria pályakezdő és már aktív művészek jelentkezését várják. Önök a Pécs TV híradóját látták, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!